Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Dériné Kulturális Központban, és mögöttünk már gyűlnek a koncert szeretők és kedvelők. Beszélgető társam Bartal László, a szimfonikusok karnagya. Hamarosan indul a jubileumi koncert. Hogyan készültek erre a mai estére? Hát ez a szokott próbamennyiséggel, már február óta készülünk. A készüléshez hozzátartozott, hogy kiválogattuk azokat a műveket, amiket legjobban szeret a zenekar, illetve amely kötődött egy-egy olyan egyéniséghez, aki nagyon kedves volt a zenekarban. Illetve a régi karmestere is itt lesz, sőt meglepetés is lesz vele kapcsolatban. Úgyhogy hát így indult, és aztán elég sok próbával állt össze a műsor. És hát gondolom, hogy mindenki nagyon izgul, hiszen azért két évtized alatt nagyon sokan megszerették az együttest. Mit kell tudni? Lesz a meglepetésen kívül még lesz-e valami ráadás, hiszen lehetett előtte kérni, tehát volt egy ilyen kívánságlista is, hogy mit szeretnének hallani a közönség tagjai közül. Erre is hogyan készültek fel? Hát tulajdonképpen erről a részéről én nem tudok. Csak arról, hogy akinek volt kedves darabja, illetve olyan énekeseket kértünk fel, akik kötődnek a városhoz, vagy énekeltek már itt. Sajnos az opera igazgatója nem ért rá. Őt kértük fel elsőnek, hogy működjön közre. De megígérte, hogy karácsonykor vagy valamikor legközelebb visszajön. Akkor az megint egy újabb történet lesz. Én azt kívánom, hogy sikerüljön jól ez a mai koncert, hiszen mindenki nagyon várja önöket, és a zenekar is nagyon izgul, sőt, ön is nagyon izgul. Én kívánom, hogy legyen még következő 25. 30. évi jubileumi koncert is. Nagyon szépen, nagyon kedves, köszönjük szépen.